valamennyiünk meghatározó gyermekkori emléke, vagy olvasmány emléke, vagy filmélménye a Pál utcai fiúk. Emlékszünk arra, hogy a játszótérért, a grundért küzdő gyerekek hogyan mutatnak példát tartásból, hősiességből, tisztességből, kitartásból, önfeláldozásból. Noha a küzdelmük tárgya, célja egy grund volt csupán. Most, mintha fordítva történne az élet, a szomszédunkban egy éve gyilkos háború zajlik, egy agresszor, Oroszország lerohan egy független államot, magának tulajdonítva azt a jogot, hogy majd ő megmondja, van-e módja, joga a létezésre, történelmi létezésre. És ez a háború nem kisebbedik, nem zárul le, hanem egyre inkább kiteljesedik, és egyre fenyegetőbb lesz itt Közép- és Kelet-Európa határán, ránk nézve is komoly fenyegetést okoz, vagy jelent. És ehhez képest úgy viselkedünk, mint a gyerekek. Azzal vagyunk elfoglalva, hogy egymást minősítsük, ahelyett, hogy az alapvető érdekeinkben, az alapvető céljainkban egyetértenénk. Politikusok napi nyereségért, politikai árfolyam nyereségért veszik semmibe az elemi felelősségérzet parancsát. Nagyon szomorú az, ami történik ma. Többek között a magyar parlamentben, hogy képtelen egyetérteni a parlament politikai oldalak között. Nincs egyetértés a tekintetben, hogy mi az ország, mi a magyar nemzet érdeke ebben a válságos helyzetben. Hanem ehelyett egymás minősítésével foglalkozunk. Én nagyon bízom benne, hogy előbb vagy utóbb úrrá leszünk ezen a helyzeten, és nem úgy viselkedünk, mint a játszótéri gyerekek, hanem példát veszünk a felelősségérzetből, vagy felelősségérzet tekintetében Molnár Ferenc hőseitől. Ne egymás minősítésével, saját kis stílű játszmáinkkal foglalkozzunk, hanem érezzük azt a felelősséget, ami Magyarország, illetve a Kárpátalján élő magyarok tekintetében valamennyiünk vállát nyomja, vagy nyomnia kellene.